Az élvonalhoz tartozó Győr elleni mérkőzésen próbálhatták ki először élesben a nyíregyházi játékosok a Tekecsarnok felújított elektronikus vezérlését. Az első körben Szlovenszki Tibor 594 fás teljesítménnyel sem tudott pontot szerezni, míg Magyarósi Péter 585 fával begyűjtötte a csapatpontot. Ekkor még teljesen nyílt volt a találkozó, mivel az 1-1-es állásnál mindössze 19 fa volt a vendégek előnye. A középső sorban dőlt el igazából, azt lehet mondani, ez az egész mérkőzés, ugyanis a Szegő Levente is egy nagyszerű eredménnyel rukkolt elő és hozta a csapatpontot, így mellette a Hakkerdezső azt mondom, hogy talán a szezonbeli legrosszabb hazai teljesítményét nyújtotta, amitől elvárható, így ő nagyon sok fát kapott a vendégekkel szemben, de akkor sem volt még különösebb probléma, meg 2-2-re állt a mérkőzés, és hiába 80 fával vezetett az ellenfél, még a döntetlen abszolút benne volt ebbe a mérkőzésbe. A záró sorban Finta Zoltán jobbnak bizonyult ellenfelénél, Kastyúra Zsolt viszont alulmaradt riválisával szemben, így 3 csapatpontjuk lett a hazaiaknak. Mivel azonban a győriek összességében több mint 100 fával többet értek el a nyíregyháziaknál, övék lett a plusz 2 pont, így a vendégek 5-3-ra megnyerték a mérkőzést. Szerintem, mint az egész őszi szezonban, egy pici szerencse hiányzott, mert gyakorlatilag a csapat jól játszott. Látszik, hogy gyakorlatilag a szezon végére pörgött fel igazából a csapat, és az a kis plusz hiányzott, amivel megtudtuk volna, a 4-4-re lettünk volna reálisan esélyesek, egy pici szerencse hiányzott hozzá. A Superliga tabellájának élén a Szeged áll 20 ponttal, megelőzve az egyaránt 19 pontos Zalaegerszeget és Répcelakot. A 4 pontos nyíregyházi Tekeklub, amíg bennmaradás jelentő 10. helyen várja a januári folytatást.